András, ugye szó esett a riportban az újságról és a szerkesztőségről, hogy a Mohamed prófétáról készült karikatúrák miatt követték el éppen itt a merényletet. Mit kell tudni erről az újságról? A Charlie Hebdo nevű francia szatirikus lap 8 évvel ezelőtt, azaz 2006-ban megjelent karikatúráival hívta fel magára a figyelmet. Akkor nagy felháborodást keltett, amikor Dán Mohamed karikatúrákat lehozták, és még saját gúnyrajzokkal is kiegészítették. A lapot egyébként még 1969-ben alapították, ez egy kifejezetten baloldali, liberális, szatirikus magazin, legalábbis ők így hívják magukat. A Mohamed prófétáról készült karikatúrákról egyébként később úgy nyilatkoztak, hogy ezt nem egy iszlám támadásnak szánták, hanem a szólásszabadságot szerették volna hangsúlyozni. 2006-ban egyébként olyan sokan vásárolták meg a karikatúrák miatt az újságot, hogy az eredeti példány számot még kétszer újra kellett nyomtatni. A nagy érdeklődés miatt természetesen. 3 évvel ezelőtt a Charlie Hebdo újság egy külön számot jelentetett meg, amelyben az iszlám törvénykezést, azaz a sáriát kritizálták. Például azt, hogy még mindig létezik a botozás és a halálra kövezés, és az általuk bűnösnek tartott embereknél ezeket használják. Válaszul a szélsőséges iszlamisták egy gyújtóbombát dobtak a párizsi szerkesztőség épületéhez, valami meghekkelték a magazin honlapját is. András, az elmúlt hetekben több hasonló jellegű merényletet is elkövettek, amelyek nem voltak ennyire véresek, de azokat is iszlamisták követték el. Mi lett a háttérben? Van-e összefüggés? Igen, nézzük visszafelé, hiszen karácsonykor 3 olyan iszlám szélsőséges támadás is történt Franciaországban, amelyeknél az Allahu Akbar kiáltással együtt támadtak civilekre. December 22-én 10 sérültek meg, amikor egy őrült a furgonjával a tömegbe hajtott a karácsonyi vásár kellős közepén. Egy nappal korábban Dijon városában szintén a járók közé hajtott egy iszlám szélsőséges. Abban a támadásban 2 súlyosan sérültek meg, 9 pedig könnyebben. És december 20-án pedig egy férfi késsel támadt rendőrökre Nyugat-Franciaországban, több járőrt megsebesített, aztán le tudták lőni a rendőrök. Nemzetbiztonsági szakértők korábban arról beszéltek Párizsban, hogy több hasonló terrortámadást sikerült meghiúsítaniuk, de a részletekről többet nem közöltek a rendőrök. A Reuters szerint a mostani merénylet lövedék nyomaiból arra lehet következtetni, hogy valószínűleg kaphattak fegyveres kiképzést a terroristák, kifejezetten profi módon hajtották végre a merényletet. Ide tartozik még az is, hogy meg nem erősített hírek szerint pár hónappal ezelőtt ismeretlen fegyveresek a Strasbourg melletti erdőkben fegyveres lőkiképzést tartottak. De azt nem lehet tudni, hogy van-e összefüggés a lőkiképzés és a mostani merénylet között.